Mert egy olyan törvényről beszélünk, ami teljesen egyedülálló Európában. Mégpedig azért egyedülálló Európában, mert nem hogy média törvény, de azt hiszem, hogy egyetlen törvény nem cincáltak még ilyen mértékben széljel, mint ezt a magyar média törvény. Ezt jogászok, média szakemberek, hozzáértő és hozzá nem értő szakértők, mindenki megvizsgálta nagyon-nagyon sok szempontból, és azt hiszem, hogy ez a mi magyar médiatörvényünk az egyetlen olyan médiatörvény, amiről európai bizottsági vélemény született. És ezek után, tehát gyakorlatilag ez az egyetlen olyan médiatörvény, amire pecsétet adott az európai bizottság, hogy ez megfelel az alapkritériumoknak. Most ezek után hozni egy ilyen határozatot, azt hiszem, hogy egyértelműen abba az irányba mutat, hogy itt már régen nem szakmai vitákról van szó, itt valami egészen másról van szó. Hadd hívjam még azért egy olyan dologra fel a figyelmet, ami a média törvény kapcsán mindenképpen felmerül. Mikor a magyar média törvényről elkezdődtek a viták, akkor több ország is felhozta a kifogásait. Most ezek után, amikor néhány héttel ezelőtt Reding biztosasszony azt mondta, hogy hát legalább 10 olyan európai ország van, aminek legalábbis át kéne nézni a média törvényét, mert aggályosnak mutatkozik, akkor egy kicsit nekem az jutott eszembe, amikor tavaly nyáron a bankadó gondolat először felmerült, és óriási nagy volt bizonyos körökből a felháborodás, hogy de micsoda dolog az, hogy a bankokat megadóztatni, és ilyen nagyon megadóztatni a bankokat. Aztán eltelt néhány hét, szerintem még hónapokról sem beszélhetünk, csak néhány hétről, amikor kiderült, hogy hát igazából az angolok is bevezetik, hát igazából Németország is bevezeti, méghozzá sokkal magasabb mértékben, mint amilyen például a magyar bankadó. Tehát hogy egy kicsit a média törvényen is talán úgy jártunk, hogy Magyarországon történt valami, kaptunk a fejükre, majd kiderült, hogy azért a többi európai országban is bizony-bizony ez ugyanúgy, ugyanebben a formában szokás, olyan nagyon nagy különbségek nincsenek is. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy most már remélem, hogy ennek a média törvényes történetnek lassan a végéhez érünk, mert hogyha kimegyünk az utcára és megkérdezzük az embereket, hogy ők egyébként mit mondanak a magyar média törvényről, akkor valószínűleg most már mindenkinek halálosan elege van abból, hogy a magyar média törvényről beszéljünk. Nagyon sok minden foglalkoztatja az embereket, nagyon sok nagyon nagy kérdés, és nagyon nagy feladat, és nagyon nagy probléma van. Én azt hiszem, hogy lassan most már talán mindenkinek megmutató az, hogyha a magyar média törvény ilyenfajta vitája a végéhez ér. Én a média törvényről nagyon többet nem szeretnék mondani, de ha ezzel kapcsolatban van kérdésünk vagy megjegyzésünk, akkor talán érdemes most itt megállni és nincs.